A távoli jövőben vámpírok uralják az éjszakát, de számuk egyre jobban fogyatkozik. Magas vérdíjat tűztek ki a fejükre, ezért fejvadászok hadaírtja őket. Egy vadász kimagaslik közülük. Ő egy dámpír, félig ember, félig vámpír. Harcban áll önmagával, rettegett, meggyötört és magányos. Ő D. a vámpírvadász. Vérszomj. Megérkezett! Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse. Már vártuk önt? Az én nevem Ellen Elburn, azonokból hivattam ma ide, hogy... Folytassa, hallgatom. A húgomról van szó, Charlotte-ról. Nyoma veszett két nappal ezelőtt. Az éjszaka közepén rabolták el az ágyából. Azt mondják, hogy egy hintó állt a házunk előtt. Az a hintó. Meyerlinké, a vámpiré volt. 50 emberrel kerestettem Charlotte-ot, ám hiába nem találtuk meg. Megtámadtak. A barátaim mindegy szálig odavesztek. Ez csupán az előleg. Találja meg a húgomat. 10 millió dollárt kap érte. Jobb, ha siet. Mások is keresik Charlotte-ot. Nemrég felbéreltem a Marcus fivéreket is. Felesleges volt. Ha? Lehet, hogy késő. Talán már sikerült a húgát a hatalmukba vonniuk. Akkor mit tegyek? Hát akadályozza meg! Mit gondol, miért fizetünk önnek? Elég lesz! A fiam kissé hirtelen haragú. Bocsásson meg neki. Ha ismerné a lányomat, bizonyára megérteni. Jó szívű, gyönyörű teremtés. Nehezen viselem el az eltűnését. Hadd kérjek valamit magától. Ha már átváltozott, mire rátalál, gondoskodjon arról, hogy szenvedés nélkül halljon meg. Nem, nem! Ezt nem tehetjük. Nem helyén való. Már hogy változna át? A lányodról beszélsz az Istenért. Ellen, ide figyelj. Nekem is nehezemre esik ez a kérés, de nincs más választásunk. Sajnálom. Kérlek, értsd meg. Együtt érzek önökkel, de a 10 millió nem elég. Mi? Mit merészel? Tegyétek le a fegyvereiteket. Nehogy lőjetek. Akkor megduplázom. 20 millió dollárt fizetek. Csak hozza vissza a lányomat, kérem. Mindenképpen. Thank you.
Egészen véletlenül nem láttál errefelé egy négy lovas hintót? Engedjen el! Kérem! Hagyjon! Hazudsz. A francba. Többen is vannak. Jóval többen. Mindenki egyben van? Igen. Aha. Mindjárt berosálok. Mindenfelé ott nyüzsögnek. Meyer már biztosan járt itt. Na, gyertek. Mindjárt ideérnek a zombik. Zúzzuk le őket. Ez az! Mutassátok a pofátokat! Ámen, tesó. Leila, itt vagy? Azonnal megyek, Grove. Csak maradj bent a tankban. Láss, hogy mit tudtok. Sehová, haver. És tűz! Telibe. Nyugodj békében. Halljátok ezt? Lódobogás. Valaki erre tart. Elintézem. Ez az. Nem menekülhetsz. Megvagy. Csodás, egyszerűen csodás. Le a kalappal idegen. Mondd csak, mi dolgod itt? Ha közösek a céljaink, legyünk társak. Mi a neved? Az enyém Borgoff. Borgoff Marcus. D. Szóval ez az a dánpír vadász, akiről már annyit meséltek. Kemény fickó. Térj már észhez, Borgoff, ő nem a társunk, hanem a vetélytársunk. Gyere! Ha tovább ácsorgunk itt, még nagyobb előnyhöz jut. Igen, abszolút egyetértek. Nem segíthetünk neki, még lenyúlja előlünk a zsetont. Most az utat is megtisztítottuk előtte. Mi harcolunk, ő meg learatja a babért. Lazítsatok már. Tettünk egy kis szívességet a híres dánpírnak, ez minden. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Hey. Ismered a viccet a mókusról és a bagolyról?
A mókus egész nyáron pedálozik, gyűjtögeti térre a mogyikat, meg a gyümiket ezerrel. Keményen gürcöl. Úgy dönt, hogy a tél előtti útcsónapon még egyszer kimegy az erdőbe körülnézni, ám egyszer csak lecsap rá egy bagoly, megragadja és magával viszi. Á, a fene vigye el, gondolja a mókus. Most kárba vész a sok fincsik kaja. Ó, ez jó poém volt. Na, mindjárt megszakadok. Értitek, srácok? Az a gyökér mókus csak arra... Mi a Leila? Hé, Leila, hová, hová? Mi ütött a csajba? Jó, túlerőben vannak, 4-1 ellen, na és? Lehet, hogy korábban indultak, de nappal biztos lassítja őket a hőség. És ha már szóba hoztam, ugye nem feledkeztél meg a gyenge pontodról? Igen, a hőségre célzok. Amikor a legutóbb megfeledkeztél róla, nem sokon múlt, hogy azt az esetet... Ne izgulj. Utálom, amikor ezt mondod. Mik azok? Nyomok? Hadd nézzem. Mutassak. Á, igen. Ezek a nyomok biztosan tőlük származnak, úgy 6 órája járhattak itt. Jól van. Így nem kapunk levegőt. Hé, mi volt ez? Hát ez fura. Az előbb hallottam valamit. Hallgass. Biztos homokráják vannak itt. A rohadt életbe! Uramatyám, mennyire utálom ezeket! Mocskosak, visszataszítóak, mocskosak, gyomorforgatóak, és mondtam már, hogy mocskosak? Hát sajnos úgy tűnik, hogy erre nem mehetünk. Kár, de ez van. Más útvonalat kell választanunk. Hé, hé, várj! Ne, ne! Hé, hé, fordulj vissza, haver! Nem teheted ezt velem? Megkattantál? Légy szíves, fordulj meg, amíg megtehetjük. Kérlek, állj meg! Kérlek, ne várj! Oh, az anyját! Nem akarom a szörnyek gyomrába végezni! Ilyenkor örülök, hogy nem hordok gatyát, mert bármiben lefogadom, hogy most tele lenne. Ez meg mi? Egy menedékház? Azt hittem, ezeket már rég lerombolták. Mégis itt van egy. Szépen beleolvad a környezetbe. Jól van, akkor helyben vagyunk. Igen. Igen. Látom őket. Hányan vannak? 2. Ha jól látom, egy férfi és egy nő. Keresd meg a kijáratot. Rendben, itt nincs. Itt sincsen. Nem. Nem. Biztos, hogy van kijárata ennek? Nem. Mi volt ez? Megőrült ez a csaj! Az ajtó! Most kinyírlak! Ah!
A lányért jöttem, Meyer. Nagy hibát követsz el, Dampir. Éjszaka csak bolondok és öntelt barmok támadnak vámpírra. Te melyik vagy? Ez a lány a saját akaratából tart velem. Hát képes lennél ezt semmibe venni, csak azért, mert pénzt ajánlottak érte? Akkor nagy lehet a jutalom. Én viszont azt javaslom, hogy mentsd a bőröd, és hagyj minket békében utazni. Meg is tenném, ha hinnék neked. Csak hogy ebben az esetben erősen megkérdőjelezhető a szava hihetőséget. Elraboltad azt a lányt. Mi történt? Miről maradtam le? A nevén szólította. Talán Meyer igazat mondott. Csak tudatlan lány, hiszen még gyermek. Nem ismeri Meyert. Nem tudja, hogy mire képes. Szegény lány, vérzik még hozzá elég csúnyán. Így nem húzza sokáig. Milyen kár azért a sok incsiklandó vérért. Ugyanis mert be, kísértésbe estél, a kész fejemet teszem rá. Anya. Ne már, én csak hülyéskedtem. Induljunk már, haver, még rengeteg a dolgunk. Gondolj a pénzre. Hé, mit műveltél velem? Bekötöttem a sebet, és elállítottam a vérzést. Semmi mást. Aha, világos. Szóval azt gondolod, hogy szabadon lerángathatod a ruháját bárkinek, akivel csak összefutsz, Dampir? Menj haza, és ápold a sebeidet. Ki vagy te az anyám? Az anyád után nyöszörögtél az előbb. Talán szükséged van rá. Hé! Már látom. Ha majd kipusztul az utolsó vámpír is, vajon kisirat meg minket? A lány. Vagy még őse? Ki értheti meg ezt a fájdalmat? Ezt a magányt? Mondtam. Nem igaz? Mondtam, hogy hagyd békén a csajt. Bajt hoz ránk. Most a vetétársunknak számít. Francért pátyolgatod az ellenséget. Remélem, jó irányba megyünk. Nyugi, ismerem a vérszívó kézjárását. Ha majd réznak, leépnek Barbaroyba. Kiszámíthatóak. Barbaroya, rühellem azt a várost. Tele van flepnisekkel és szörnyekkel, és még ott van az a kripli is. Ennyire fáj az a seb, Leila. Leila? Ha? A sérülés. Biztos fájhat. Nem, de hogy csak... Gróf, feküdj vissza és pihenj. Fáradtnak látszol. Ne aggódj miattam. Leila, ugye ő kötözte be a sebedet? Nekem elmondhatod, ugye a Dampir vadász volt az. Leila, vésd az eszedbe, ő veszélyes. Ellenünk van. Nem tudom, miért segített.
Grove, kérlek, erről ne szólj senkinek. Itt megállt? Vajon miért? Derítsük ki. Nolt, Kyle, gyertek velem. Leila, te itt maradsz Grove-val. Na jó, mindenki készen áll. Na-na! Persze. Aha. Szimatolj körbe, rendítsek. Lehet, hogy csapda. Menj csak, fedezünk. Szíves örömest, uraim. Halomócska ruha volt. Hogy a francba? Basszus, az a szem megáll. Hé, hey, vigyázzatok! Szóval! Át akarjátok lépni Barbaroly határán! Ha jól sejtem, az elbizakodottságotok, ma meg az ostobaságotok vonzott ide benneteken. Bár az is lehet, hogy a tudatlanságotok. Első osztályú vadászok vagytok, de Barbarolyban még ez is kevés lesz. Az 5000 évnyi elszigeteltség legyőzhetetlen létet bennünket. Hogy az a... Az árnyék. Vigyázzatok az árnyékkal. Miről bugyogsz, Nolt? Miféle árnyékkal? Hé, Nolt? Nolt, mi az ördög történt veled, he? Meghalt. Dehogy halt meg? Szólalj meg, haver. Gyerünk! Mozdulj már meg, kérlek! A szentség itt már, haver, szólalj meg! Nem hagyhatsz el! Ne! Atya ég, már közel vagyunk. Azok ott Barbaroly szélmalmai. Nagyon örülnék, ha megfordulnál. Biztosan van más út is. De nincs. D vagyok, a vadász. Barbaroly népével van dolgom. Látom, megtiszteli azzal az időseket, hogy leszáll a paripájáról. Ez roppant figyelmes. Azt akarom, hogy ne védjék tovább Meyerlinket. Tessék?
Hát ez jó poén, most igazán megnevettetett. Maga aztán rendkívül humoros, s ha szabad megjegyeznem felettébb jó képű is. Remélem azért nem zavarja egy vénszivar udvarlása. Balonnak néz, 100 millió dollárt kaptam, hogy megvédjem Meyerlinket. Erre rá tud ígérni? Elég keményen alkudozik, vén ember. És ha rá tudok? Ön egy roppant szórakoztató ember, kedves idegen. Gondolom tisztában van Barbaroi és az éjszakai rémségeinek a hírnevével. Attól tartok, hogy 5000 év után nem fogunk csak úgy változtatni a szokásainkon, bár tény is való, hogy maga elég jó ok lenne rá. Tudnia kell, hogy már sok dámpírral volt dolgom, de maga még közülük is kiemelkedik. Ezért hát óriási kár, hogy most meg kell halnia. Elvégre nem hagyhatom, hogy élve távozzon a városban, nem igaz? Borzasztóan röstellem a dolgot, idegen, de ez van. Barbaroi népét kiváló harcosok alkotják, nem ölhet meg mindnyájunkat, a végén úgyis mi fogunk győzedelmeskedni. Felesküdtünk, hogy megóvjuk a hintót, készüljön a halálra! Barom, mi a frász csinálott? Borgoff, készen állunk már? Gróf. Nincs más választásunk, neked is segítened kell. Ugye nem lesz gond, haver? Kezdhetjük rajta. Ne erőltesd meg magad, értesz engem? Gyere szépen vissza. Tudja, nekem nincs semmi bajom Barbaroi népével. Sajnálom, hogy végeznem kell önökkel. Csodálom a hűségüket és a kötelességtudatukat. Viszont a tisztességükben csalódtam, szégyen kihasználni a számbeli fölényt. De ha önt ezt szórakoztatja... Értem. Az álláspontja érdekes és természetesen megfontolandó. Hé, vélember! Szerintem a Mukinak teljes mértékben igaza van. Engedd meg, hogy mi hárman szórakoztassuk el az ifjú vendégünket. 3-1 ellen. Ez azért elég tisztességes küzdelem. Persze az ifjú beleegyezését is kérem. Elég legyen! Szégyent hozol ránk villás nyelveddel, Bengay. Elvonod a figyelmet a legfontosabb feladatunkról, a hintó védelméről. Ezúttal én diktálok, he? Ez meg mi az ördög? Gróf, zúzd le az arcukat! Vágtass rá az összes kis mocsadékot! Kérlek, Gróf, tarts ki! Gyorsan menekítsétek ki a hintót! Kölesd csak, tündérkém! Na vajon ehhez mit szólsz? Hogy ismerjem. Csodálom az ifjú vadász szellemét. Igaz, Bengayék ellen esélye sincs. Kár, hogy lemaradok a legjobb részről, az élet nem habos torta. Ébredté! Mi történt veled?
tisztességes, nem tisztességes! Még hogy nem tisztességes, akkor csak rohagy meg ott, ahol vagy, vadász! Fúj a tetlek! Állj, ha jót akartok! Jót, szakály! Kyle, nem láttad, hogy mi lett azzal a csajjal? Tudja, hogy a kerekek alá került. Nézz utána. Caroline, durva, ám kétségkívül hatik. Rád bízom őket. Átkozott szörnyeteg. Mindenki rendben van? Én igen, de Kyle éppen fent volt a tetőn. Kyle! Kyle! Hol az Istenben vagy, Kyle? Ide lent. Jól vagy? Kuss már! Még itt vannak! Hülyállat. Ejha, ennél nem is lehetne egyszerűbb a dolgom. Bújjatok elő, hadd végezzek veletek! Lejárt az időtök! Na mi van, fostok? Megfizettek azért, amit a bátyámmal tettetek! Pi! Di, ébren vagy! Segítened kell. Nyeld el ezt a varázslatot. Te egy igazi rabszolgahajcsár vagy. Nagyon vigyázz azzal az árnyékkal, jó? Maradj mozdulatlan. Könnyű azt mondani. És a pofádat is fog be. A tartály úgy néz ki, mint egy szita. Az üzemanyag elfolyt. Ezzel nem megyünk sehova. Hogyan tovább? Mit csináljunk? Borgoff, van ötleted? Hogy van, Gro? A mi est életé nem túl jól. Borgoff, ébresztő, mint töröd a fejedet? Semmi, csak azon a hintón járt az agyam. Vajon most hol lehet? Ugyan már, haver. Szerinted mi nem ezen filózunk? Véleményem szerint úgy Isten igazából két lehetőségünk van. Vagy kihajóznak a tengerre, vagy beveszik magukat a hegyek közé. Remélem az utóbbi. De először is üzemanyagot kell szereznünk. Szerencsére Garus városa nincs is olyan messze. Kyle, menj oda Leilával. Addig helyre pofozom a Verdát. Ha a csillagokba vezető ösvényre vágytok, akkor gyertek el hozzám. Szívből imádkozom, hogy biztonságban érkezzetek meg. A csillagokba vezető ösvény.
Nem tudom, hogy vagy vele, de nekem hiányzik a ló. Hogy is hívták? Na mi van, nem állsz szóba velem? Már megint ügyet sem vetsz a hőségre. Figyelj, tudom, hogy csak egy élősködő vagyok, de mindig kezes bárány voltam. Az marhára nem izgat, ha te elpatkolsz. De nekem nem áll szándékomban egy rothadó hússzavattá válni, ha bár egy kész hiába szálljon. Mennyi lesz? Nem tartoznak semmivel. Kérem, fogadja el. Indulás. Leila! Ja, értem. Ő az, nem de? Kyle, figyelj, indulj csak el nélkülem. Nekem még akad itt tennivalóm. Ne bámulj! Mondtam már, hogy... Mennyire dögös vagy ebben a testhez álló szerkóban? Nem, de magam is tudom. Akkor jó. Légy rohadtul óvatos a csávóval, Leila. Egy sört kérek. Meg kell hagyni, kisasszony, pompás tukkere van. Ne aggódjon, pillanatnyilag nem áll szándékomban használni. Az jó. Nekem pedig nem áll szándékomban. Magánál hagyni. Ide vele. Nem hallott a kislány? Köszönöm. Iszom egyet őre is, serif. Szívesen meghívom. Köszönöm, de nem szükséges. Jó, rendben. Minden bizonnyal rettenetesen lefoglalhatja a nemrég érkezett dámpírvadász a városában. Maga miről beszél? Szeretném megvenni a lovát. $300,000 kérek. Ha nem tetszik, az ár kívül tágasabb. Megállj! Kezeket a levegőbe! Gyorsan! Elnézést, serif, de fizetett a lóért. Mit művel? Fogja a pénzét és tűnés! Kotródjon a városból! Mi nem üzletelünk itt dámpírokkal! Világos? Ugye felfogta, dámpír? Ajánlom is. Már elnézést, serif, de a saját lovamról hadd döntsek én. Annak adom el, aki megfizeti az árát, és ő megfizette. Nem, nem dönthet. Nem csak törvényeink vannak rá, hanem rohadtul jó indítékaink is. Törvények? Ne értetlenkedjen, Tata. Tudja, hogy dámpíroknak tilos a belépés. Igen, tilos, értem. Emlékszem arra az időre, amikor vérszívók és dámpírok is nagy számban éltek errefelé. Azonban... Ezért alkottuk meg a törvényeket. Hallgassam végig, maga kósza gondolat sem volt, amikor ez megtörtént. Elmesélek egy történetet. Régen, sok-sok évvel ezelőtt elraboltak innen néhány gyermeket, szám szerint 10. Igen, hallottam róla. A rablókról természetesen kiderült, hogy vámpírok. A szülők gyorsan összedobták a pénzt és felbéreltek egy vámpírvadászt. Mégpedig a legjobbat. Úgyhogy eljött a vadász. Egy kemény kötésű, csendes férfi. És sikerült megmenteni az elrabolt gyerekeket, még a hajuk szála sem görbült meg. Nem volt könnyű dolga. Rengeteg vámpír esett áldozatul, mire elvégezte a feladatát. Amikor a gyerekek épségben hazaértek, a falusiak rátámadtak a vadászra. Azt mondták, hogy ő egy dámpír, azaz félig vámpír, ezért hát büntetést érdemel. És nagyon helyesen tették. Egész egyszerűen nem bízhatunk bennük. Ez a történet tanúsága.
Ő elvégezte a dolgát. Attól tartok, hogy muszáj lesz kézbe vennem a dolgokat. Hagyják békén! Ha? Az meg mi? Maga szerint micsoda? Tegyék le a fegyvereket! Tata, ne bonyolítsa a helyzetet, tegye le! Ha, csak akkor, ha maguk is. Tegye már le azt a fegyvert, maga vén hülye! Lehet, hogy vén hülye vagyok, de nem én bámulok egy fegyver csövébe. Úgy sem teszi meg. Van vér a pucámban ahhoz, hogy meghúzzam a ravaszt. Sőt, talán még élvezném is. Üljön a lovára, idegen! Köszönöm. Nem. Én tartozom köszönettel. Ez a legkevesebb. Lehet, hogy ma már csak egy vén hülye vagyok, de a maga arcát sosem felejtem el. És az sem, amit akkor értem tett. Így igaz, én voltam az egyik gyerek. Állati rosszul esett az, ahogy elbántak magával. Hálátlanok voltak. Ahelyett, hogy megköszönték volna, kiűzték a városból. Igaz, amit magukról, dámpírokról beszélnek? Nem isznak vért. Induljon, kezdek fáradni. Hol lehet, Bengély? Mit pepecsel még a vadászokkal? A lovak kipihenték magukat. Indulhatunk. Gyere! Uram, mit parancsol? Miben segíthetünk? Vigyázzon! Még világos van! Mi ez? Hagyd őt békén, Mashira. Igenis. Hiányzott neki a napfény. Hadd élvezze. Dé vagyok, a vadász. Az apja küldött. Ne féljen tőlem, nem bántom. Mivel a napon ül, még nem változott át. Akkor meg miért marad Mayerrel? A múlt éjszaka kiáltott is érte. Miért őt szólította? Az apám nyilván nem említette, hogy szerelmes vagyok Mayerba. Egyáltalán nem ismeri őt. Mégis hogy lehetne szerelmes belé? Pedig igaz. És ha tudná, hogy milyen jó hozzám. Szeretem őt. Legalább ön higgyen nekem, más úgysem fog. Nem érti a dolgot. Ő az, ami Charlotte. Sosem lesz más. Idővel átváltoztatja magát. Ha ez megtörténik, végeznem kell magával. Jó, akkor öljön meg. Inkább meghalok, mint hogy egy lépést tegyek Mayer nélkül. Kérem, ne vigyen haza. Nélküle nincs értelme az életemnek. Mindjárt elolvadok. Egy vámpírba szerelmes. Hát, szörnyen aranyos. Ostoba! Te hülye liba! Kelj fel, megyünk! Hagyjon békén! Te ne feleselj velem! Tisztában vagy vele, hogy hány ember esett áldozatul a te drága látos vámpír szerelmednek, Mayernek? Sehány! Butatjuk! És te! Egy lépést csöngeszel, barátocskám! Sajnos egyáltalán nincs kedvem osztozni veled a jutalomból. Ugye azért megérted? Ez csak üzlet. Fölötted. Ah!
mi a baj? Sok volt a nap? Figyelmeztettelek a hőség miatt, de te még rám sem vagóztál! Figyelj! Csak úgy maradhatsz életben, ha ásol egy gödröt! Azonnal el kell temetned magad! Igen, hallok. Akkor jó. Minden rendben? Helyzetjelentést. A Sejem tónál vagyok. A Préda észak felé tart. Elkapjuk. Leila, nem tudod, hogy mi történt a Dampir vadásszal? Nem. Nem találkoztam vele. Jól van. Légy óvatos, maradj vonalban. Majd koccanunk. Fordult a kocka. Viszonozni a szívességet, igazán van szívecském. Meg sem moccanj, haver. Csupán behúzottam az eső elől. Ha lenne másik hely, hidd el, inkább azt választanám. Amint eláll a zápor, lelépek innen. Gyorsan. Sejtem, hogy mi zavar téged. A családodat nyilván vámpírok gyilkolták meg. Hülyeségeket zagyválsz. Semmit se tudsz a családomról. Rendben, igazad van. Ettől a vacaktól fáj a fülem. Te aztán fura alak vagy, tudod-e? Még ahhoz képest is, hogy amúgy dámpirvadász vagy. Mondd csak, mit tudsz te az édesanyámról? Őt szólítottad fájdalmadban. Vámpírok rabolták el. Az apám utána ment, hogy megmentse, de hiába a vérszívók megölték.
Egy idő után az anyám újból felbukkant, csak hogy akkor már nem volt önmaga. Átváltozott. Az emberek végül halálra kövezték a szemem láttára. Ezután eljöttem otthonról, és a Marcus fivérek mellé szegődtem. Én is vadászt akartam lenni, hogy megbosszuljam a szüleim halálát. Sok borzalmat láttam. Tönkretett életeket, kiirtott családokat, romba dőlt reményeket. És valahogy mindig a vámpírok okozták ezeket. Most már megértem, miért döntöttél így. Azonban a vadász élete nem élet. Lehet, viszont más életben nem jeleskednék, és szerintem te sem ismersz másikat. Javaslom, kössünk egyességet. Elég kemény szakmában utazunk. Aki előbb hal meg, annak a másik virágot visz a sírjára. Mit szólsz? Ez az első érzelkössé tesz. Nem tudom, miért kérek ilyesmit, talán mert szeretem a virágokat. És félek, hogy mástól nem kapnék. Magányos lélek vagyok. Sok közös van bennünk. Mindketten vadászak vagyunk és magányosak. Adjuk. Vissza az egész. Nem kértem semmit. Megteszem. Ha én maradok életben, viszek virágot, de neked több esélyed van rá. Storno, visszavontam az ajánlatot. Amúgy sem nagyon értem, hogy egyáltalán miért tennél meg ilyesmit. Mert vámpír vagyok. Nekem nem lehet életem. Neked igen. A tegnapi zivatarban biztos nem jutottak messzire. Kvittek vagyunk, Dampir. Világos? Valamiért írtó rossz előérzetem van. Hogy? Azt hiszem, hogy végre összeállt a képlet, Borgoff. Ha úgy gondolod, hogy a kastélyba mennek, akkor valószínűleg igazad van. Igen, arra gondoltam. A Csét kastélyra. Elment ez a maradék eszed is, nem mehetünk oda, öngyilkosság lenne! Ez őrültség! Na, és az miért gond? Mi úgyis őrültek vagyunk főállásban. El kell kapnunk őket, mielőtt még odaérnek. Látod azt a hidat? Ott csapunk le majd a hintóra. Megint azt akarod eljátszani, amit a kildói vámpíroknál? Aha, ha akkor bejött, ezúttal is tuti bejön. Leila Vétel! Válasz, Leila Vétel. Itt vagyok, mond. Hogy állsz? Már úton vagyok. Figyelmeztetlek. Semmivel se próbálkoz, különben felrobbantanak. Maradj a helyeden. Jó kis fiú vagy. Csak a lányért jöttünk. Kész csókom. Még mindig ember! Szállj csak ki onnan! Mozgás! Borgoff, a csaj nem mozdul! Azt mondtam, hogy szállj ki! Ebből majd tanulsz, te szánalmas bárbarojbeli fenevad! Borgoff, nézd! Borgoff! Mi van? Mi a... Hát ez a csávó nem százas, talán nem tudja, hogy a napfény simán elpusztíthatja. Nem hagyom, hogy elvigyétek! Ja, persze.
Köszönjük szépen, hogy megkönnyíted a dolgunkat! Kérsz repetát? Megérdemled! Gyere, te lángos képű állat! Nagy égés lesz! Ez is tetszett! Mindjárt odakozd már a papír! Mint állat! Mindjárt te csinál, oda néz! Oda néz! Oda néz! Hey, te meg hová néz? Miért engedted el? Szeretlek. Nem tudnék nélküled élni. Basszus! Morgok, hadd ölje meg magát a csaj! Utána is kinyírhatjuk a vérszívót, nem jó ötlet? Így is úgy is megkapjuk a zsét! Igazad van, felőlem rendben! Vigyázz! Kyle! A pokorra jutsz! Mi a... Sebeim miatt emészd magad. Idővel begyógyulnak. Nem sokára a messzi csillagok városában leszünk. És ott majd végre valahára szabadon szeretetjük egymást. Ez igaz. Higgy nekem. Hamar megérkezünk. Nekünk lőttek. Összvisz, ketten maradtunk a családból. Inkább ejtsük az egészet. Hagyjuk a kastélyt a fenébe, így csak a vesztünkbe rohanunk. Már nem szállhatunk ki. Tartozunk annyival Kyle-nak és Noltnak, hogy folytatjuk az utat. Figyelj, Borgoff. Hallgass! Nem érdekel. Layla, te mit gondolsz? Félnek tőlünk, Gróf. Félnek, mert már jól ismernek minket, és tudják, hogy sohasem adjuk fel. Nem is adhatjuk fel. Ennyi erővel örökre lehúzhatnánk a rólót. Erre nem lennék képes. Addig nem nyugszom, amíg ki nem nyírom az összeset. Közeledik. Nincs messze a kastély. Itt maradok és végzek vele. Hmm.
Közel vagyunk a Chait kastélyhoz. Mindjárt látó távolságban lesz. Carmilla Odúja, a véres gróf nőjé. Hallottál róla? 5000 évig volt a borzalma királynője, ami azért elég kemény. Édesatyád a vámpír király kezdett dühös lenni rá. A lány önteltsége lassan türelmetlenné tette. Annyira bosszantotta a féktelen vérszomja, hogy betelt nála a pohár. Ezért aztán végül egy éjszaka könyörtelenül szíven döfte a lányt a saját kardjával. A lány most fantomok és démonok társaságában kísérti a kastélyt, de téged ez úgysem érdekel. Tudom, hogy mi bőszít fel téged, Dampír. Tudom, hogy igazából mi húz fel. Attól félsz, hogy az a szerelmes párocska egy újabb Dampírnak ad életet, nem igaz? Jól ismerlek, ismerem a gondolataidat és az érzéseidet. Ismerem minden mozdulatodat, nem tudsz semmit sem. Találkozhattam veled, tévadász. Igazán méltó ellenfél vagy. Kibérelt föl titeket. Kinek dolgoztok? Carmilla bérelte fel a népemet, és én teljesítettem a kötelességemet. Most már békében halhatok meg. A leveled alapján nehéz időket éltetek át. Átérzem a gondotokat. A szerelmet nem csupán az emberek ismerik, mi vámpírok is felettébb érzékenyek vagyunk. Próbálok segíteni nektek. Hálásak vagyunk, Carmilla. Bizonyára kimerültetek. Előbb még pihenjetek le. Az ifjú hölgy biztosan szeretne felfrissülni. Nyilván hallottatok rólam szóbeszédeket, de higgyétek el, féltékenységből és irítségből sarjadnak. Nem vagyok az a véres Carmilla, aminek mondanak. Éme, lássátok! Igen, ez itt a hajó. Elvisz titeket az éj városába, ahol végre békében élhettek. És boldogság! Réges-régen, sok évvel ezelőtt, minden kastélyban volt egy ilyen hajó, és beragyogták fényeikkel a sötét égboltot. Az volt ám a vámpírok virágkora. A tiétekhez hasonló szerelem mindennapos volt. Mennyit változott a világ? Kihalófélben vagyunk, vadásznak is ránk. Senki sem ért meg minket. Ti ketten leküzdtétek az akadályokat. Ez engem nagyon boldoggá tesz. A hajót évek óta nem használták. Nem tudom, hogy még képes-e repülni, de ti nyilván vállaljátok a kockázatot. Igazán lekötelezem. Bárcsak veletek mehetnék én is. Milyen gyönyörű vagy.
Ne állj meg. Kívánom minden porcikádat, drága. Miért nem? Nem tudod, hogy milyen ez az érzés, Charlotte. Nem tudod, milyen örökké sötétségben élni. És állandóan szomjazni a vérre minden akaratunk ellenére. Ez az élet nem való a számodra. Nem ezt érdemled. Hogy te milyen önző vagy. Nekem is súlyos teher nyomja a lelkemet. A falusiak, a fejvadászok és a családom. Ők még most is siratnak engem. Felesleges hibáztatnod magad. Ezért csak is én vagyok a hibás. Akkor mindketten hibáztunk, mert nem ismerhetjük meg soha a boldogságot. Azt akartam, hogy boldog légy, úgyhogy elhagytam érted az apámat és a bátyámat. A fájdalmaikból erednek a mi kínjaink is, és ezek sohasem múlnak el. Csak egymásra számíthatunk, nem akarlak elveszíteni. Mert enélkül nincs semmink. Most minden általam okozott és érzett gyötrelem semmivé foszlott. Te vagy a mindenem, szerelmem, érted? Majd később még beszélünk erről a csillagok felé vezető úton. Csak hogy maradt egy feladatom, amit még nem végeztem el. Légy szíves, maradj a szobában. Figyelj, Meyer, a hölgy úgy döntött, hogy inkább hazatér. De ez nem is lehetséges. Tudom, itt valami rohadtul bűzlik. Persze, nem mintha valaha is hallgattál volna rám. De most magad is láthatod. Leila, maradj itt! Kérlek, ne menj be a kastélyba. Ha bemész oda, akkor soha nem jössz vissza. Ó, majd meglátod. Ne! Jó, indulok. Csinos fejfedő. Mm.
Tudom, hogy gyűlölsz, Dave. Kérlek, próbálj megérteni. Szerettem az apádat. Nem volt más választásom. Na, hogy kárt! Mindjárt elalírom. Ezt nevezem én szívderítő látványnak. Te meg mit csinálsz ott? Kelj fel! Hallod, amit mondok? Kelj fel onnan! Menj innen! Hagyj engem magamra! Tűnj már innen! Meg tudsz bocsátani, Dé. Dé. Tudom, hogy nagyon magányos vagy. Én is az voltam, amíg te meg nem jöttél. Hallasz? Dé! Semmi baj, kincsem. Sírd ki magad. Tudom, hogy most mit érsz el. Nem te vagy a hibás. Nem te. Igen, ereszel! Ereszel! Várj! Ez csak káprázat volt. Carmilla játszik velünk. Bizony, és nagyon élvezem. Évezredek óta nem mulattam ilyen jól. Remélem, nem zavart titeket. Csak így sokkal érdekesebb ez az egész. Viszont minden elismerésem, ragyogóan szerepeltetek. Hol rejtegeted a lányt, Carmilla? Borgoth, mit művelsz? Erre most tényleg nincs időnk. Leila, szerelmes vagy ebbe a dámpírba? Meghibbantál? Mi a frász bajod van? Borgoth! Dampir! Tedd le a fegyvert! Tedd már le! Carmilla átváltoztatott. Megölöm! Utoljára figyelmeztetlek, Dampir! Ne gyere közelebb! Elég! Most véged van! Gróf! Gróf, ne!
Dörmil a szelleme! Anyád ember volt, azonban atyád vámpír, és megtagadod az ősi vérét! Az emberekkel szövetkezel ellenünk! De a fajtánk lassan kihaló félben van, és te mégis tovább írtasz minket! Képes vagy halomra gyilkolni a saját őseidet, Dampír! Szégyelned kéne magadat! Az emberi oldalad a gyenge pontod. Ők eleségnek számítanak. Úgy vadásszuk le őket, akár a vadállatokat. Ez a természetrendje. Az időtök már a végéhez közeleg. A fajtádat el kell pusztítani. Nem maradhattok életben, meghaltok. Ez a természet rendje! Roppant merő szavak ezek egy vámpírtól. Csak hogy azt elfelejted, hogy a lelkünk halhatatlan. Nem, Carmilla. Semmi sem halhatatlan. Vagy úgy. Sejtettem, hogy szavakkal nem tudlak meggyőzni, vámpírvadász. Úgy tűnik, erőszakot kell alkalmaznom. Szükségem van rád. Drágám, te vagy az. Én hát, ki más lennék? Olyan boldog vagyok, mert most már együtt vagyunk. Végre. Együtt. Végre. Boldoggá tettél engem. Hagytál álmodni. Láttam a csillagokba vezető gyönyörű utazásunk álmát, az álmunkat, a csodálatos, varázslatos álmunkat. Nem álom volt. Látni fogod azokat a csillagokat. Jaj, drága kedvesem! Végleg elhagyjuk ezt a helyet. Együtt elrepülünk az évárosába, ahol mindörökre megpihenhetünk, szerethetünk, és legfőképp szabadon élhetünk. Igen. Szabadság. Végre. Ha
kedvesem. Édes szerelmem. Menjünk. Távozzunk innét. Egy lépés sem áér. Visszaviszem a lányt a családjához, ahol szeretik őt. Ő tudja, hogy én szeretem a legjobban. Hogyan is érthetnéd meg? Még egy embert se szerettél. És még egyet se öltem meg. Te is tisztában vagy azzal, hogy nem küzdhetsz örökké a természetünk ellen, D. Egyre jobban szomjazol a vérre. Ha eljön az a nap, egy vadász végez velem. Ilyen egyszerű. Milyen kár. Óriási kár. Elég az öldöklésből. Elég a kínból és a halálból. Elég volt ebből. Hibáztad el a szívemet. A lány halott. Csak a gyűrűre van szükségem. Ezt elviszem az apjának bizonyságként. Kérhetek egy fuvart a következő városig? Persze, ha nem gond. Tudod, hogy a jutalom valójában engem illetne. De nagy lelkű vagyok. Kivételesen átengedem neked.
hová viszi a lányt? Messzire. Messzire. Na, repülj már! Sikerülni fog. Repülj! Repülj el innen! Drága testvéreim, azért gyűltünk össze ezen a helyen, hogy elbúcsúzzunk nővérünktől. Gyöngét karjaidra bízzuk szelíd lelkét. Fogadd hát be őt, adj néki nyugodalmat. És bár sokat szenvedett, most megnyugvásra lel békétben. Aki kételkedik, válaszokat kap. És aki szeret, az végtelen örömben és örökké tartó békében részesül. Mert most tükör által homályosan látunk, viszont akkor már tisztán, színről színre. Bácsi! Várjon! Bácsi, várjon! Elnézést, bácsi, de nem ismerte véletlenül a nagymamámat. De, hát maga az, ugye? A nagymamám mesélt a bácsiról, úgyhogy megtisztelne azzal, ha eljönne a házunkba, az apám örülne neki. Kérem. Értékelem a kedvességed. Kérem, bácsi, nem lakunk olyan messze. Azért vagyok itt, mert ígéretet tettem egy régi barátomnak. Attól félt, hogy senki sem gyászolná meg. Örülök, hogy tévedett. Jól van, értem. De azért köszönöm, hogy eljött. Csókolom! Csókolom! Milyen kedves voltál! Nem is vagy te olyan trehány ember. Csak úgy öltözködsz. Magyar hangok. Szabó Sipos Barnabás, Jakab Csaba, Solecki Janka, Kis Erika, Csúlya Imre, Vas Gábor, Papkata, Csőre Gábor, Juhász György, Bácskai János, Gróber Hugó, Juhász Zoltán, Várdai Zoltán, Pálfai Péter, Hafner Anikó, Varga Rókus, Kántor Kitti. Magyar szöveg Kis János, hangmérnök Bederna László, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Árvai Zsuzsa. A szinkront a Navigátor Film Kft. Megbízásából a Masterfilm Digital készítette.